beszélt mi egymást. Ja. Na, annyi a helyzet. Igazából, hogy megyünk a óceánpartra futni. Lehet, hogy hihetetlen, de alapvetően ez igaz. Mert egyébként, ahogy látszik a videóból, korán reggel van. Hogy van ez a, akit már többször említettem, a Hillsburg Running Company, mert igazából egy volt, akik futó cipőket, nem tudom, futó ruhákat, mindenfajta ilyen edzéssel kapcsolatos dolgokat árulnak, és hát hetente 2-3 futást szoktak szervezni, keddenként általában ilyen női napot. És csütörtökön ilyen, ahogy olyan, hogy vagy egy kocsmába, vagy valami borászathoz, vagy valahova, de nem van szervezve egy helyen, ahova el tudnak menni, és az lesz a végcél. És akkor előtte nem tudnak egyet valahol. És a szombati az meg reggeli szombat. Ez a kettő az esti, ugye egyértelmű, hogy az emberek nagyrészt dolgoznak. Egyébként a helynek a neve, ahova megyek, az Jenner. Nagyon szép hely, majd úgy is lett. Na, és szombati azok meg egy reggeli futás, és ki van jelölve, hogy hova, milyen, honnan indulnak, van egy találkozó, és hova érkeznek, és megvannak különböző távok, tehát egy, nem tudom, 10 km, 15, 20, valaki félmaratont lefut, vagy maratont, tehát így megvannak így a távok. Ami tök jó. És igazából ennyi a történet. És most tovább megyek. Tehát ja, még csak mostanában kelt fel a nap, tehát hogy azért van. De még delta közben most a nap. És hát mennyi? Egy fok van. 33 Fahrenheit. Nagyon jó. Látszik is, hogy befogyott egy kicsit ott a dolog. De ahogy néztem egyébként az óceánpartnál, ott több lesz, tehát hogy itt ilyen 5 fok lesz. Ja, és hát tegnap nyírtam meg az egyik francia munkatársam a hajamat, és rájöttem, hogy hát hideg van a fejnek ilyen szempontból. Meglátjuk, hogy van sok, nem, de majd átfutáshoz nem, szerintem csak felhezem a sok ilyet. Majd meglátjuk, hogy olyan fogok szuperálni. Nem akarom, hogy megfázom a fejem. De nem gondoltam volna, hogy ilyen hideg lesz. Hogy alapvetően mostában az a furcsa, hogy megvan a viszonylag nagy a hőingadozás, tehát ilyen 25 fok hőingadozás van. És ez azt jelenti, hogy egyébként hát hajnalban van fagy is, néha. Egy fagy, tehát hogy éppen hogy lemegy nullára vagy mínuszban. Egyszer-kétszer volt, úgyhogy befogyott a kocsi. De ugyanúgy el tudtam jól indulni, csak azért szoktam egy kicsit ez a héten korábban kelni, hogy legyen annyi időm, hogy azok plusz nem tudom, 10 perc, 15 perc, amíg leolva a szélvédőről minden. És igazából így történik nagyjából.
viszont napközben meg még bőven van olyan, hogy 20 fok vagy 20 fok fölé felmegy a hőmérséklet. Ami tudom, elég furcsa egy kicsit, hogy így egyik részről ilyen magas a hőfok, tehát hogy 20 fokra felmegy, és reggel meg fagy van, ami ilyet még nem tapasztaltam. Meg bőven van már az, hogy így volt olyan, hogy egy-két napig esett az eső csak, tehát ugyanúgy csak esett az eső. Aztán ilyen közös borongós idő is van egyszer-két, volt egyszer-kétszer, de hogy most már nem az van, hogy csak napsütés és kész. Egyébként, ha jól tudom, ez talán a Dry Creek, ahol most megyek. Már ez a Dry Creek. Fordulj balra! Milyen búcsánat, hogy nem lehetne segít. Nézzetek meg, elfogyott a talaj, tehát az útvonás a talaj. Na, hogy
100%-ig a völgyben van. És én azt hittem, hogy egyébként azért van ide a völgyben rakva, mert hogy nem nagyon számítanak arra, hogy fagy lesz valaha. Hát így. Amikor múltkor itt voltam, akkor ilyen nem jó más helyen voltam, lehet, hogy ott negyed mérföldnél van, forduljon jól. Lehet, hogy annyival másabb. Nem akarok
akartam abból Los Angelesbe menni, de mi hogy a vonaton nem megy, ezért muszáj volt. És ja, ott el leszek egy napot, mert láttam, azért nem nagyon érdekel. És Los Angeles után megyek Tucsonba, vagy Tucson, ahogy én hívom. Valószínű, hogy nem ez a helyes megszólalás. Ez Arizonában van. Igazából betudhatok egy térképet az Jupiterről linkben, ha egyszer felkerül. Ott leszek hát 2 teljes napot, 3 teljes napot leszek ott, mert hogy igazából 3 teljes napot leszek ott. De úgy van a vonat, hogy indul hétfőn, szerdán meg szombaton, tehát hogy nem tudom azt megcsinálni, hogy megszállok valahol, vagyok egy napot, és akkor a következő nap tovább indulok, hanem minimum ennek kell eltennie köztem, vagy ugye ennek a többszörösének, tehát hogy 2 vagy többszörösének meg kell annak eltennie. És igen, ott lesz az egyébként, ahogy néztem, egyébként tök közel van a mexikói határhoz, tehát hogy gondoltam rá, hogy valahogy nem tudom átmegyek a mexikói oldalra, látjuk, hogy ebből lesz valami, de lövésem sincs, mit lehet ott megnézni, vagy mit nem. És utána meg átmegyek, azt lesz, hogy voltam a leghosszabb vonatút, Tucsonból, Tucsonból San Antonióba, Texasba, ahol ott is meg, ott nem ott többet leszek, mert tudja ezt, hogy leszek, megérkezek hajnalba, ami nagyon hajnalba, én 5-kor talán, és leszek aznap, meg a másnap, tehát igazából 2 napot leszek ott. Nem tudom, hogy az sok elége, vagy nem, majd meglátjuk. És onnan megyek tovább Austinba, ami egyébként a világ élőzene fővárosának van kikiáltva, vagy nem tudom pontosan hogyan működik ez. Azért, mivel ott volt egy még mindig működik egy stúdió, egy tévéstúdió, ahol nagyon sok szerintem nem csak amerikai, hanem onnan jövő zenész fellépett. És ugye élőbe közvetítették. Ha jól tudom, ezért lett ez megválasztva. Ezt úgy hívják, hogy Austin City Limits, hogyha ez mondva lett meg valamit. Meg van ott, ha jól tudom, ott van még a South by Southwest Festival is. Thank you.
Honnan megtem, mert csak New Orleans-ba megyek. Szerintem a legrövidebb út, amit meg fogok tenni, az a Santa Barbara... Los Angeles. Ami... Csak 4 óra lesz. De lesznek ebben olyanok, ami 18 óra meg. Kurva hosszú.
igazából egyedül leszek egy hónapon keresztül szinte. És egyedül fedezem fel ezt a részét. Meg biztos, hogy még ezt még ki kell találnom, hogy New Orleansben leszek vagy 10 napot talán. Valahogy úgy. Vagy nem 10 napot, hanem 8-9 napot leszek valahogy New Orleansban. És gondoltam rá, hogy tervezek egy vagy két olyan napot, amikor effektíven New Orleansben leszek, csak szállásom lesz ott. Hogy New Orleansból már vannak vonatok, tehát hogy onnan már tudok menni akármerre is. Hogy elmenni valahova. Vagy legyen mérföld múlva, enyhén jobbra. Vagy bérelni kocsit, vagy felszállni a vonatra. Meglátjuk majd melyik fog bejönni. Igazából
dolgokat, mert hogy megállóknál ott van olyan, hogy a bőröndöt, a 2-23 kilós bőröndöt lehet vinni, a többiért fizetni kell, hogyha többet hiszen simán lehet, de fizetni kell érte. És azt, azt na, ugyanúgy, mint a reptéren, be lehet csekkolni. És akkor feladod igazából a bőröndöt, nem kell vele törődnöd, holadnak a belsőben jelva, remélem, akarok nem törnek össze majd, mert nem meglátjuk. És így igazából ennyi, tehát hogy azért így választottak, és csak bizonyos helyeken lehet ezeket felvenni, tehát hogy ez a vonat, ez New Orleans-ig megáll, vagy 20-30 helyen. De csak bizonyos helyeken lehet feladni és kiszedni. És ugye ott egyértelmű, hogy a vonat az mondjuk áll, tudom, egy órát. Lehet, hogy hülyeséget mondtam, mindegy. Igazából ennyi, tehát hogy ezért így választottam a helyszíneket. De tényleg tök jó lesz. Ami nagyon érdekel, vagy ami így a leg... Nem is azt mondom, hogy legjobban érdekel, az meg ennyire fagyban. Erre így nem számít. Fogalmazom úgy, hogy most is fagy van. Azt hittem, hogy amikor megnéztem tegnap, mondta lesz ilyen 5 fok. Mondtam, az jó. Abba még úgy egy ilyen vékony búcsú be leszünk. Nem kell vasnak. Aztán majd megtartjuk. Jó futás közben úgyis kinyitodok még az arcát. Na de, a lényegre térve. Amire leginkább érdekel, és valószínű, hogy azért, mert nem tudok róla semmit. Ez egyik az Santa Barbara, mert annyit tudok róla, hogy ez egy egyetemi város, nagy egyeteme van, és szerintem bizonyos sportágokban nagyon jó, mert úgy itt állami szinten. Lehet, hogy országos szinten is. És ugye Santa Barbara az, hát hogy nagyjából félúton van San Francisco és Los Angeles között, a tengerparton. Ez az egyik, ami érdekes. Nagyon érdekel. A másik az meg Tucson. Olyan szempontból, hogy erről a kettőről nem tudok semmit, annyit, hogy létezik. És egy kicsit úgy vagyok az a utazással, hogy megpróbálom valamennyire így is hagyni a dolgokat. Tehát a múzeumoknak utána nézek, mert annak lehet, hogy előre kell foglalni. Hogy milyen múzeum valami érdekes lehet. Hogy milyen esemény. Pattern. De magának a városnak inkább egy kicsit hagyom annak, hogy meglegyen a meglepetés, amikor megérkezek. Tehát, hogy nem volt jó néhány utazásom olyan, ahol nem azt mondom minden napra, de volt azt, hogy mit akarok megnézni, de hogy volt egy lista, top 10 című dolog, hogy meg akarom nézni ezt, azt. Ez tök jó. De hogy én inkább úgy vagyok vele, hogy van egy-kettő érdekesség, amit így meg akarok nézni,
ha lesz rá lehetőségem. Az egyik az olyan, hogy egy ilyen indián rezervátum, hogy nem tudom, hogy ez, hogy mondják, hogy tényleg, ami bemutatja, hogy hogyan éltek, élnek most. És a másik kettő az meg tudom, hogy mert vettem egy kosármeccsre, meg egy az amerikai foci meccsre is, hogy ez mind a kettő nyugodt. Remélem megtalálom a parkolóhelyet, mert így
tengerpart mellett ilyen 1-2 kilométernek itt vannak ilyen bőszülök parkoló. I guess. Szerintem. Itt ez. Ez úgy parkolnak. Meg ott vannak ilyen furócipő emberek. Szerintem viszont jó helyen. Ez még megy.